Az iskola pszichológus egyfajta hét szerepet tölt be a gyermek, a szülő és a pedagógus hármasának együttműködésében. A szakemberek megerősíthetik az osztályon belüli kapcsolatokat, vagy segíthetnek akár azokat átrajzolni és Egy kicsit részletesebben is beszélgetünk a témáról vendégemmel, a Nyíregyházi Zrínyi a Gimnázium és Kollégium iskola pszichológusával, dr. Szilágyi Lászlóval. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Mióta vannak Magyarországon iskolapszichológusok? Ön főállásban az? Fél állásban vagyok, és hát kevesen vagyunk. Tulajdonképpen fokozatosan épül fel a szakma 1960-as évektől kezdve, amikor már jogosultságot szerzett tényleg ahhoz, hogy, hogy jelen legyen az iskolában, sokáig kereste a, a helyét. Volt olyan elképzelés, hogy igazán magában az iskolában nem, hanem inkább egy külön rendszerben lehetne dolgozni olyan pszichológusoknak, akik a pedagógiai munkát segítik, vagy a tanulás során előforduló zavarokat tudják kezelni. Most egy tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen több lábon álló, rendszert kell elképzelni, tehát uh, vagyunk néhányan, akik iskolában dolgozunk, fél vagy áll, egy teljes állásban, uh, és van a pedagógiai szakszolgálati rendszer elsősorban, vannak természetesen a klinikai eh, vonalon, akik már pszichiatriai korképekkel dolgoznak, van az addiktológiai ellátórendszer, és, és, hát itt keresgéli mindenki a szakma is egyébként ebben a, a helyét, de, de több lehetőség van. Öt, szabály szerint tulajdonképpen minden 500 fő feletti létszámú iskolában kellene, hogy legyen egy félállású iskolapszichológus, ez egyelőre még nem teljesi sajnos. Vannak olyan intézmények, ahol ö, olyan oktatási intézmények, és itt nyilván a kisebb településekre kell gondolni, ahol nagyon ritkán látnak a gyermekek, illetve a tanárikar és iskolapszichológust, hiszen másképp tevődnek össze a létszámok, másképpen osztanak, szoroznak, amikor egy iskolapszichológus megkapja a neki jutó intézményeket. Nem tudom, hogy mindenkinek egyértelmű-e az, hogy az iskolapszichológus kinek is kell, hogy megfeleljen. Tehát, hogy ki keresheti, és milyen ügyben keresheti. Ön hogy tudná ezt könnyen érthetően megfogalmazni. Hogy kiért is van ön ott. Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de a pillanatért. Azért a pillanatért, amikor én találkozok valakivel. Tehát legyen az egy iskola betévedő aki éppen eltéved, legyen az egy diák, aki lélektani értelemben téved el, legyen az egy tanárkolléga, aki kiborul, legyen ez egy szülő, aki panosszal érkezik, és nem tudja kezelni a helyzetet, és nem érti. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki jön, segítséget kér, vagy támaszt remél, vagy egyszerűen csak ki akarja önteni a szívét, akkor én akkor ott legyek. És merik önt keresni? <laughs> hát hál' Istennek igen, ugye? Hát Hát, hogy a számok nyelvén lefordítjuk. Mert ugye a hál' Istenben az van, hogy, hogy nekem ez nagyon fontos. Annak a pillanatnak, annak az embernek is fontos. Viszont azért itt komoly számokról van szó. A, a, a magyar fiataloknak kb. 10%-a szenved valamilyen mentális zavarban. És ez nem csak ebben a életkorban jelent nehézséget, hanem a felnőtt életre is kihat. Tehát amikor egy osztálybeli konfliktus van, akkor az lehet, hogy felnőtt életben egy, egy párkapcsolatban jelentkező problémaként és konfliktusként hat. Amikor kockázatviselő magatartásra is, és, és ugrál felé, a gyermek veszélyes helyzetekbe kerülve, akkor az lehet, hogy a felnőtt életben egy konkrét balesetként jelenik meg amikor van egy önértékelési zavar serdülőkorban, ami ahhoz nincs támasz, nincs segítség, nincs rálátás, nincs megnyugvás, nincs pillanat, amikor meg lehet állni, meg lehet nyugodni, és más szempontból nézni ezt az egészet, ami körülöttünk zajlik, akkor a felnőtt életben is előfordul. És ezért lenne fontos, hogy, hogy tényleg mindenütt legyen, hogy a szakma, az állam, az önkormányzatok mindig komolyan vegyék ezt a, ezt a helyzetet. 10% ez nem kevés, és tudván azt, hogy a megbetegedések élvonalában van a serdlők korosztályban a pszichológiai pszichiátriai jellegű mentális megbetegedések aránya. Ön nem csak egyénileg foglalkozik mindazokkal, akik ott vannak az intézményben, hanem gondolom osztályokhoz is bemegy, vagy komplexen a tanárik arral vannak megbeszélni valóik. Mit lehet erről tudni? Mi szerencsés helyzetben vagyunk, és mindenkinek szeretnénk továbbadni a lehetőséget is. A pedagógiai órák, önismereti személyiségfejlesztő órák vannak. Ez utóbbiak az Arany János programban. Ez heti két órát jelent csoportbontásban, tehát 16 fővel. Öt éven keresztül, heti két órában. Ez egy óriási lehetőség. A drámával kapcsolatban is, amikor nem kell osztályozni, amikor nem kell tudni, tehát nem nyaktól felfelé fejlesztjük, vagy egyáltalán tud kibontakozni ez a gyermek, tehát nem csak a tanár szemszögéből nézzük, akkor akkor óriási hozadéka van ennek a, a, a gyermek számára, hogy van egy óra, ahol játszani tud, ahol, ahol beszélgetni tud, ahol nem egymás hátát látják, hanem hanem tényleg szabadon tudnak gondolkozni, eh, helyzeteket megoldani. És eh, hát részben ez, mert eh, ilyen órákat is tartok, részben pedig eh, nyilván a osztályon belüli helyzetek Kezelésében is kérik a segítségemet. Ez mediációnak mondjuk, amikor akár két e, ember között, akár egy osztályon belül csoportok között van konfliktus, szociometriai felmérések és kértékelése, és az ebben való segítségnyújtás a, a szerepem. Úgyhogy egész komplex, aki, aki teljes állásban tudja ezt művelni, bő, bőséggel van munka. És honnan vannak a minták? hogy mi alapján és uh, működik egy iskolapszichológus, meddig terjed a hatásköre. Hát a szakmának vannak protokolljai, szabályai, és akkor ennek kell természetesen megfelelni, vagy ennek megfelelni. Minden iskolapszichológus egyébként más vénával rendelkezik, és más eszköztárral. Valaki inkább az egész iskolának például a prevencióra helyezi a hangsúlyt. Ugye ez is fontos, tehát akkor addikcióról beszélünk, vagy, vagy, vagy más problémák, viselkedési problémákról, akkor is nagyon nagy szerepe van ilyen közös programok szervezésében az iskolapszichológusnak. Valaki arra koncentrál inkább, hogy tényleg az egyéni tanácsadásban, beszélgetésben ott, ott tudjon jelen lenni a, a, gyerekek mellett. És hát vannak akkor olyanok természetesen, akik mind a kettőt megpróbálják összhangba hozni és működtetni. Na most itt ugye nem tüneti kezelés lenne a cél, ugye nem ez az instant segítségnyújtás, hanem hogy a problémák lehetőleg megszűnjenek. De hát ez nem egy rövid távú sztori. Nem. Igen, hát e, gyakorlatilag van, van, amikor tűzoltásra van szükség, tehát intervencióról van szó, amikor jelen kell lenni egy álsz eset feldolgozásánál, egy halálesetnél, e, vagy vagy egy konkrét konfliktusnál egy osztályon belül, vagy egy olyan, olyan szorongásos zavarról, amikor egyébként egy jól teljesítő gyermek megy ki óráról, és rendszeresen, és az nagyon jó, hogyha már a kollégáknak van erre szeme, füle, hogy, hogy itt valami baj van, mert egyébként ötöseket hoz, de akkor már a második, harmadik óráról is kimegy valami oknál fogva. Tehát, hogy ott valami gond van, és ezeknek a száma is jelentős egyébként, amit nem sokszor nem vesznek észre. E, és e, abban a pillanatban. E, erről van szó. Valamikor a programok révén egy megelőzés, a hangulat, egy-egy iskolai rendezvény egyébként nagyon sokat tud adni, hogyha olyan témákról van szó, hogy olyan előadók szólalnak meg, vagy visszajönnek régi diákok, és megerősítik a fiatalokat abban, hogy ki kell bírni, lehet, <laughs> nehéz, és nem csak egyszerűen az, hogy ki kell bírni, hanem az, hogy mindig vannak olyan emberek, lehetőségek, olyan találkozások, amik akár egy egész életre szólóan segítséget jelentenek a, a fiatalnak. Ahol meg tud nyugodni, akkor meg tud pihenni egy kicsit az erőt összet Ugyanis ebben a másik nagy születésben, ugye mi a serdülőkot jelenti, a testi születésben, amikor a, a kis felnőtti fiatal lelke születik meg, legyenek ott mellette bábák, segítők, akik, akik ezt a, a, szenvedése, vérrel, nehézségekkel járó folyamatot mégis végigkövetik, és, és bíznak benne, és ezen hit és bizalom révén ők valóban ezt megoldják, és tovább viszik. Most hát önt hallgatva, úgy gondolom, hogy én kívánok minden oktatási intézménynek iskolapszichológus, legalábbis, hogy amennyi tud jelen legyen. Én köszönöm a beszélgetést, és önnek sikeres kitartó munkát kívánok. Köszönöm szépen is. Én is ezt kívánom.